Következő napirendi pont. Település rendezési eszközök felülvizsgálati eljárásának lezárása. A megjárta két év alatt, amit a Pester készített minden hatóságnál, szakhatóságnál, főépítész, országos főépítésznél mindenhol volt. Testület már jóvá hagyta, ez a végleges lezárása lenne, tehát amit a szakigazgatási szervek módosítást kértek, az beépítésre került. Főépítész ma Diósdon ugyanígy testületülésen van ugyanebben a témában, úgyhogy nem tud jelen lenni. A település rendezési tervnek az elfogadásának részünkről az utolsó pontja ez a mostani döntés. Itt már érdemi módosításra nincs lehetőség, és a következő pedig a helyi építési szabályzatnak, ami rendeleti szintű megfogalmazását tartalmazza mindennek, annak a jóváhagyására kerül sor. Bizottsággyűléseken kérdés nem merült föl, most jelenleg van-e valakinek hozzászólása, tehát ez egy kötelező záró aktus, amit most el kell végeznünk. Nem látok hozzászólást, akkor a településrendezési terv lezárása, a szerkezeti terv jóváhagyása, aki a település szerkezeti tervet jóváhagyja, az előterjesztésnek megfelelően kérem, nyomjon igen gombot, indulhat a szavazás. Tizenegy igennel elfogadta a testület.